Köszöntöm a hallgatóinkat, szervusztok! Ez itt a készületlenül podcast legújabb adása a mai vendégem Kártyás Irén, a Menhely Alapítvány munkatársa, a Krízis Autó Ügyelet egységvezetője, és hát gyakorlatilag a budapesti hajléktalan ellátás egyik egyszemélyes intézménye. Mi a jelentőség az ő személyének az én személyes vonatkozásomban, illetve a budapesti hagyatlan vonatkozásában, arra mind kitérünk majd ebben a beszélgetésben. Mindenképpen iratkozzatok fel arra a csatornára, amelyen keresztül hallgatjátok ezt a podcastot, hogyha még nem tetétek meg, illetve ha lehetőséget ebben, akkor kérlek, hogy szálljatok a finanszírozásunkba. Az ehhez szükséges információkat megtaláljátok a leírásban. És akkor fordulok a vendégemhez, Szeroszírján. Szeroszírja, Maci. Nagyon közé elfogadtad a meghívást, különösen azért, mert tudom jól, hogy te igazából hát nem szereted a média nyilvánosságot, kifejezetten kerülöd, amennyire csak bírod, úgyhogy ezt egy különösen fontos bizalmi gesztusnak élem meg, hogy ide most mégis ellátogattál. Mielőtt belekezdenénk, mert nagyon sok apropója is van a beszélgetésünknek, először azt szeretném megosztani, hogy én miért szerettem volna azt, hogy beszélgessek veled. Ugye engem 2000... 17 tavaszán elítéltek rongálásért, és 200 óra közmunkára ítéltek, amit aztán én a Menhely Alapítványnál töltöttem le, az aztán egy másik hogy miatt hozzácsaptak még 100 órát, tehát összesen 300 órát töltöttem a Menhely Alapítványnál, és én ezt a kézis autó ügyeletben tölthettem el, ami ugye egy olyan szolgáltatás, majd egész ki, vagy pontos nincs, rosszul mondom, ami igazából télen-nyáron is működik, de leginkább télen van rá szükség, mert ilyenkor az utcán élő, vagy az utcán éjszaka is ott tartózkodó hajléktalansában élő embereket keresi föl, akár bejelentés, akár részvevés alapján, és azon kívül, hogy hát megpróbálja őket eljutatni a legközelebbi hajléktalan ellátó intézménybe, legalább azt a minimális segítséget biztosítja a számukra, hogy adott esetben takaró, forró te, vagy bármi más a rendelkezésükre álljon, illetve csekkolja azt, hogy egyáltalán bármilyen utcai szolgálattal kapcsolatban állnak-e. És én, én sok telet eltölthettem a krízis autóügyeletben, ez az első telem igazából az elmúlt években, amikor nem vagyok részese a tímnek, de én egyrészt személyesen is nagyon sokat tanultam ebből, másrészt, ami nagyon fontos, hogy olyan színeit mutatta meg nekem ez a város, amire nem tudtam, hogy létezik, miközben itt élek most már 37 éve. Én nem tudtam, hogy ez egy ennyire kegyetlen város. Én nem tudtam, hogy ennyire e, súlyos állapotok uralkodnak ilyen széles néptömegek e, körében. Miközben nyilvánvalóan tisztában voltam a szegénységgel, nyilvánvalóan tisztában voltam a lakatási válsággal, de nem láttam meg azokat a mérittegeit ezeknek a problémáknak, amiket a krizis autóügyeleten keresztül megláthattam. Úgyhogy ez mindenképpen köszönettel tartozom, azzal együtt is hogy ez hogy nagyon nehéz lecke. Um, azzal akarom kezdeni, hogy valószínűleg többen is olvashatták az elmúlt napokban azt, hogy az elmúlt két évben több mint kilenc ember uh, lelte fagyhalálát Budapest utcáin. Um, azt jól mondom, hogy ez egy uh, a korábbi évektől eltérő helyzet, tehát hogy a korábbi években nem volt ennyire súlyos a kiüléssel fenyegetettek, vagy a kiülésben elhalázottaknak az állapota? Ezt nem nagyon lehet tudni, tehát ezekről nincsenek pontos adataink, a hivatalos adatok sem biztos, hogy egészen pontosak. Sajnos a kihűlés az a halál nem, amit az egyik legnehezebb meghatározni. Tehát, hogy nagyjából boncolás után tud kiderülni, hogyha más halálokat nem találnak, akkor szokták ezt a diagnózist felállítani. Amikor olvasol egy ilyen hírt, ez rád hogy hat? Uh, hát ilyen az egyes emberek hatnak. Tehát, hogy, uh, 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 hogy azt próbálom végig gondolni, hogy vajon ki lehetett ott, uh, vajon miért nem találtuk meg uh, esetleg azt végigfuttatni, hogy, hogy hibáztunk-e valamiben, hogy, hogy vele nem találkoztunk, vagy ezt nem tudtuk megakadályozni. Nem a személyes vagy az intézmény felelősségre akartam ezt kifutatni, de hogyha ha mm. már itt behoztad, akkor ennyi év után is érzel ilyen típusú felelősséget. Természetesen. Természetesen. Nyilván az egyik oldalról pontosan tudom, hogy nem lehet minden otthontalan ember mellé 24 órában egy szociális szakembert állítani, hogy hogy egészen egyszerűen biztos, hogy nem fogunk tudni mindig mindenkit megmenteni, de ettől még, és nem intézmény, inkább ilyen személyes lelkismeret, fordalás, hogy, hogy vajon ebben az ügyben miért nem tudtunk pont, pont akkor, pont jó helyen lenni. Mikor kerültél a szociális ellátásba, tehát mióta végzel ilyen munkát? 90 januárjában kezdtem. Hogyan? Hát ez egy nagyon hosszú történet, nem biztos, hogy hosszasan akarok vele bárkit is fogosztani. Én már nagyjából a gimnázium alatt is tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, akkor még ilyen képzés nem volt. Uh, utána egy három hónapot dolgoztam más területen, a végzettségemnek megfelelő területen, és 89. decemberében, illetve hát novemberétől uh, voltak ugye a hajléktalan tüntetésebb lehalóizatói új, térdéli pályaudvar, és ennek kapcsán adtak át két munkás uh, az ott, él, ott lévő hajléktalan emberek elhelyezésére. Ebből az egyiket a mennyi alapítvány kapta meg a Vajdahonyad utcában, és ismerősök hívtak 90. januárjában ide dolgozni. A reklám helye, hogy ugye a Partizán csinált erről egy rövid dokumentumfilmet a 90-es hajléktalan sztrájkról, ami szerintem egy borzasztóan izgalmas ö, hát politikai esemény volt. Gyakorlatilag példa nélküli, ö, hogyha esetleg valaki nem látta, akkor mindenképpen nézem meg, hogy igyekszünk belinkelni a leírásba. De akkor azóta gyakorlatilag változatlanul a hajléktalan ellátásban dolgozol. Igen. Mi tartott ott, mert azért ez egy brutálisan nehéz szakma, valószínűleg föl sem mérhető külsős ember számára, hogy mennyire komoly, nem csak mentális, meg szihikai, hanem kifejezetten fizikai igénybevételt is jelent. Hát az elmúlt 30 évben nagyon sok fajta munkát tudtam csinálni ezen belül, tehát valószínűleg ugyanazt a tevékenységet 30 éven keresztül sem bírta volna ki, mint ahogy szerintem ezt egy normális ember nem bírja, de szerencsére elég sok lehetőségem volt arra, hogy új dolgokat találjak ki, illetve találjunk ki a kollégákkal közösen, és ezeket mind-mind sikerült sorban megvalósítani, és ez mindig újabb szakmai kihívás és sikerélmény. Mióta van krízis autó Budapest utcáin? 98-99 telén volt az első. Korábban is voltak utcai programok, ezek leginkább ilyen teajáratok voltak, a nagyobb csomópontokon osztottak ki több száz adag élelmiszert. Aztán egy időben úgy láttuk, hogy ez nem elég hatékony pont a legelesettebb, leginkább segítségre szoruló embereket nem érjük el ezzel a szolgáltatással, és akkor találtuk ki, hogy jó lenne egy ilyen szolgálat, ami ezekhez az helyzetekhez rövid időn belül ki tudtuk küldeni szociális szakembereket. Mik a tapasztalat, mert ha 98-99 óta működik, akkor hát lassan két és fél évtizedes tapasztalat együttes áll rendelkezésetekre. Egyáltalán nem tudom, nemzetközi példákat tudtatok-e vizsgálni, akár a környező országokban, hogy látjátok a nagyvárosokban a kifejezetten utcai hajlétlen ellátás intézményei, hogyan működik, mi az, ami átvehető ebből. Tehát, hogy milyenek a két és fél évtizednek a mérlege? <coughs> Ebben a tekintetben a budapesti ellátás az a környező országokhoz tekintve is összehasonlítva is nagyon fejlett. Most például a kollégáink dolgoznak a bécsi hajléktalan ellátásban nagyon vicces módon munkatársak járnak ki Budapestről Bécsbe az ott élő magyar nyelvű otthontalan embereket ellátni. és okokból? Nem feltétlenül. Ez egy ilyen szakmai kapcsolatfelvétel volt, neki kellettek olyan szakemberek, akik magyarul tudnak az ott élő, utcán élő magyar emberekkel foglalkozni. Még ennyire jelentős száma megnövekedett Bécsben a magyarul beszélő hajlítanok száma? Igen. Wow. Igen, és hát helyben is vannak egyébként, magyar szociális munkások, akik uh, tudnak velük uh, kommunikálni, uh, viszont az, hogy esetleg az ilyen Magyarországon elérhető ellátások, ha valakinek valamilyen szempontból fontos lenne, hogy mégiscsak visszajöjjön, ebben hatékonyabban tudnak itteni szakemberek segíteni, uh, mint a kint élők. És például Bécsben azt tapasztaljuk, hogy uh, messze nem annyira... Um, Komplex az ottani utcai ellátás, mint például, amit mi csinálunk Budapesten. Itt sokkal intenzívebb a szereplők együttműködése, a szolgáltatások egymásra épülése, mint náluk. Hmm. Szeretném különbenni a különböző tapasztalatokat, amiket szereztem, szeretnénk, szeretném, hogy mindegyikről tudnánk beszélni. A legelső, amire kíváncsi lennék, hogy te mit gondolsz az utcai ellátásban dolgozók? kifejezetténként a szociális szakmának a dolgozói. Mitől ennyire láthatatlanok a magyar nyilvánosságban, a magyar társadalom részére? Tehát míg mondjuk a kórházi ápolókat mindenki hősnek gondolja, okkal, joggal, persze azok. Ahogyan az óvodapedagógusokat is mindenki hősnek gondolja, okkal, joggal, hiszen azok. De az utcai szociális munkás is hős. De nem nagyon látom, hogy bárki így gondolna rájuk, egyáltalán tudna a létezésükről, eléggé megfoghatatlan és eléggé láthatatlan az a munka, amit végeznek. uh <sighs> Szerintem ennél egy kicsit rosszabb a helyzet. Én elég sok helyzetben tapasztalom, illetve hát a kollégák is hasonló helyzetekről számolnak be, hogy nagyon sokszor a hajléktalan emberekkel foglalkozó szociális szakembereket is sújtják ugyanazok az előítéletek, mint amik az otthontalan embereket. Tehát, hogyha ez egy ilyen magánbeszélgetésbe esetleg kiderül, és nem tudja, a beszélgető fél a másik emberről azt, hogy ő ilyesmivel foglalkozik, akkor, akkor hát az értetlenkedés az még a minimum pozit, legpozitívabb reakció, de de nagyon sokszor az is van, hogy hogy hát ez egy ilyen kicsit megbélyegzett, jobbat, jobb munkát nem talált magának, típusú reakciót vált ki a beszélgető felekből. Nagyon, nagyon, érdekes, és éppen ezért ez a világ az eléggé belterjes Tehát, hogy, hogy, általában a szociális szakemberek többségének csak szociális szakemberekkel ha a szakemberekkel, már hajlítanak foglalkozó szociális szakemberekkel van kapcsolata, kifelé, még, a, még az egyéb területen dolgozó szociális munkások felé is nehezen nyit ez a szféra. Ez mennyiben a szférának a hibája, és mennyiben az érdeklődőknek a hát az érdeklődők felé felróható van inkább így. Tehát hogyan lehetne igazából ezen változtatni szerinted? Minek kéne ezen változ... Minek kéne változnia? Hát figyelj, itt leginkább az otthontalan emberek társadalmi megítélésének kellene változnia. Ez pedig, hát azt gondolom, hogy legalábbis jó rész nem magától alakult ki. Nyilvánvalóan van, van egy ilyen kormányzati stratégia, ami arról szól, hogy a hajléktalan embereket nem segíteni kell, hanem megbélyegezni. És ez, ezek a bélyegekre átmennek a velük foglalkozókra is. Nem feladatom védeni a kormányt, de 2015 is drámainak gondolnám igazából a hajléktalanságban élőknek a megítélését társadalmi szinten. Például, amikor a 90-es strájk lezajlott, akkor érezted azt, hogy megkülönböztetett szimpátia, empátia jellemzi legalább a bizonyos rétegét ezen emberek vonatkozásában? Igen, szerintem ez nagyon-nagyon sokat változott az elmúlt 30 évben, tehát még a 90-es évek elején azért a társadalom részéről inkább segítő szándék, akár tényleges segítség is tömegesen nyilvánult meg irányokba, ez egyre inkább fordult át ilyen társadalmi kitaszisztottságba, a társadalom a társadalomból való kivetésre, tehát hogy nagyon sokan nem gondolják azt, hogy, hogy ők ennek a társadalomnak, a hajlítal emberek ennek a társadalomnak a részei. Mikor érzed, hogy ez megváltozik? szerintem a 90-es évek legvégén, 2000 évek elején már érezhető volt a változás, de, de nagyon szélsőségessé ez akkor vált, amikor a, a politikai kommunikáció célt keresztjébe került ez a terület. 2010 után. Igen. De az csak volt 20 év, amikor lehetett volna a hajléktalanságban élőkről, meg egyáltalán a lakhatásról felelősségteljesebben beszélni mikor érezted leginkább azt, hogy elszalasztott esélye van akár annak, hogy nem a társadalmi elit, akár hogy a politikai elit, de legyünk akkor önkritikusak, akár a média elit, tehetett volna többet, meg volt az esélye annak, hogy ne így gondolkodjunk ezekről az emberekről? Azért én azt is mondanám, hogy itt a szociális szvédának is vannak felelősségei. Tehát, hogy a Szerintem már a legelejétől, tehát a 90-es évek első felétől is valahogy nem igazán jó irányba indult el az otthontalan embereknek az ellátása. Ilyen iszonyatosan intézménycentrikus volt. Az egész rendszernek a képülése, és ugyan voltak hangok, sőt, mind magunk is próbáltuk azt mondani, hogy, hogy nem biztos, hogy csak az intézményes ellátás a megoldás, attól, hogy valaki beköltözik egy hajléktalan szállóra, attól még ugyanúgy hajléktalan marad és hogy nem ez a megoldás, hanem lakhatási intézményeket, kicsi lakásszerű elhelyezéseket, önkormányzati bérlakásokat kéne a rászorulóknak módos létrehozni. Úgy nagyjából a kormányzati válasz már akkor is az volt erre, hogy ez senkinek nem érdekel, és hogy ez alatt, a, ez ellen a központi törekvés ellen nem nagyon tudtunk hatékonyan fellépni sajnos. Most ebben azért voltak már akkor is pozitív fejlemények, tehát időről időre azért voltak olyan programok, ami segítette az otthonhoz jutást a rászorulók számára, de hát ezek a probléma nagyságához képest nagyon-nagyon kis lehetőségek voltak, vagy nagyon kis, kevés ember számára nyújtottak tényleges megoldást hadd menjek tovább a gondolatmeneteden, tehát nyilván az intézményesülés az szükséges ahhoz, hogy fenntarthatóan lehessen egy szolgáltatást biztosítani. De közben, hogyha jól hallom ki a szavaidból, az is benne van a kritikádban, hogy egy kicsit a szakmai gondolkodásnak egy nagyon rigid keretrendszer biztosított, amiben az intézmény működtetése válik prioritássá, ahelyett, hogy arról gondolkodnánk, hogy olyan lehet végső lakatást biztosítani minden magyar állampolgár számára, osztályhelyzettől függetlenül. Um, erre utaltál? Hát igen, illetve azt gondoljuk, hogy a hajléktalan embereknek a hajléktalan szállókon van a helyük. Pedig ez nagyon-nagyon nem igaz a hajléktalan embereknek, mint minden más embernek lakásban van a hely. Ez már egy radikális gondolatnak számít. Miért lett ez szerint egy radikális gondolat Magyarországon? Miért számít annak? Fogalmam sincs. <síns> Teljesen életidegen. Tehát, hogy... Ö, nem tudom, hát hogyha bárki józan észre belegondol abba, hogy, hogy ő mit veszítene, el, ha elveszítené az otthonát, az, az szerintem nem, nem, tud erről más gondolni, mint hogy, mint hogy a emberi életet lakásban lehet élni. Hogy, hogy miért tudja ez bárki radikális gondolatnak gondolni, azt Valószínűleg nagyon sokszor bejött ebbe az ő hibás, kinek a felelőssége, mit követett el, de hát ezekben a helyzetekben, és hogyha bárki csak akár csak az ismeretségi körét végig gondolja, hogy abban milyen lakhatási krízis helyzetek voltak, abból azért látszik az, hogy ma Magyarországon nagyon-nagyon könnyű elveszteni az embernek a lakhatását, és azt viszont mi a másik oldalról látjuk, hogy mennyire lehetetlen, vagy, vagy mennyire kis esélye van annak, hogy ebből a helyzetből valaki ki tud szállni. Ugye valószínűleg van egy ilyen nagyon erős korlátja minden embernek, nekem is, neked is, hogy nagyon nehéz elvonatkoztatni sokszor attól, amit látunk, tapasztalunk a hétköznapokban. És azt gondolom, hogy nagyon sok embernek az utcai hajléktalansággal kapcsolatban olyan élményei vannak, amiket mondjuk a 4-es hatoson, a valahol vagy a külvárosokban az utcán fekvő adott esetben büdös, az ott esetben ápolatlan, az ott esetben egészségügyi problémákkal küzdő emberek látványa okoz bennük, és valószínűleg sokatnak nehézség az, hogy el tudják képzelni, vagy pontosabban, hogy olyan fölismerjék, hogy ugyanúgy emberek, mint te vagy én vagy a hallgatók. Szerintem mit lehetne tenni annak érdekében, hogy az utcai hajléktalanság ne olyan megbotránkozást váltson ki az emberekből, ami távolságtartásra ösztökél őket, hanem valamilyen módon az empátiát és valamilyen módon azt, hogy de hát itt egy állami önkormányzati, közösségi feladat ö, nem kerül elvégzésre, ezt még el kéne végezni, mert nem normális, hogy emberek ilyen állapotban kelljen a hideg utcakövön töltsék az éjszakájukat vagy a napjaikat. Na, nagyon érdekes erről az jut eszembe, hogy amikor a szabálysértési törvény kapcsán megvoltak az első előállítások, és hogy a média elkezdte bemutatni azokat a hajléktalan embereket, akiket elítéltek emiatt, hogy ők életvitelszerűen, használják a közterületet, akkor ott azon a ponton valami megváltozott, mert hogy arca lett az otthontalan embereknek. Lehetőség volt arra, hogy, hogy az előzményeket, az ő egy kicsit megismerjék az emberek, és szerintem valahol itt van a megoldás. Tehát, hogy, hogy az adott ember, adott sorsa, jelen pillanatban adott állapota, Hogyha erre figyelünk, és, és nem csak egy földön fekvő testet látunk, akit mondjuk rossz látni, vagy esetleg kényelmetlen, mert ki kell kerülni, akkor, akkor itt talán megváltozhat valami. És egyébként minden ilyen ember, aki ebbe a helyzetbe került, neki saját sorsa és saját története van, és innentől kezdve viszont ebből az is következik, hogy valószínűleg a megoldási lehetőségek, amiben neki segíteni lehet is ilyen sajátosak, tehát hogy mindenkinek kifelé is egyetlen saját útja van. A hajléktalan amit mondtál, ezt nagyon fontosnak tartom, és szeretném, hogy erről egy kicsit még beszélni, mert attól is tartok, vagy ezt is tapasztaltam, hogy sokakban él az a téveszme, hogy hát csak be kell kerülni a szállóra, ott az ember megkapja a szükséges szociális segítséget, állást kell vállalni, és egy-két hónap alatt bárki képes az élethelyzetén annyit javítani, hogy valamilyen nyüves kis albéletet kivegyen, és onnantól kezdve már csak időkérdése is eljuthat a többszobás fűtött lakástulajdonhoz is akár. Ez ilyen nincs így. De miért nincs így? Hát egyrészt, mert a magyarországi hajléktalanszálók, ezt próbáltam az előbb is mondani, ezek ilyen nagyon nagy létszámú, nagyon rossz minőségű épületekből ö, alakultak ki. Tehát itt tényleg azt kell elképzelni, hogy ö, Hát a rosszabb esetben ilyen 10-15 ember alszik egy légtérben, vagy akár olyan intézmény is van, ami lényegileg egy, 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 egy légtér, ilyen 150 emberre, hol személyes tér. A nyugodt pihenésre alkalmas körülmények nem nagyon vannak. Tehát egy rosszabb minőségű hajléktalan szállóról például eljárni, dolgozni, az hát nagyon nagy, minimum nagyon-nagyon nehéz. Ez az egyik fele. A másik fele, hogyha valami csodafolytán és sikerül is, akkor is, hogyha belegondolunk, a Magyarországon megkereshető bérekből nem tá piaci áról lakást bérelni, ezek a jövedelmek egészen, hiszen erre nem elegek egy otthontalan ember számára, ez nem elérhető. És viszont nincs az a lakást, lakástámogatási rendszer, szociális támogatási rendszer, ami segítene ezeknek a legkiszolgáltatottabb embereknek ezekben a helyzetekben. Te mikor láttál utoljára olyat Budapesten, hogy egy tartósan utcai élő ember képes volt pusztán önerőből, eljutni egy tartós bérleti viszonyhoz valamilyen megfizethető Budapesti ingatlan vonatkozásában? Szerencsére vannak ilyen esetek, de Ezeknek a sikeres történeteknek a túlnyomó része az nem egyedülálló emberről szól. Tehát, hogyha már egy párról beszélünk, akkor egy kicsit könnyebb a helyzet, mert akkor már két jövedelemből talán valamilyen bérleményt meg lehet fizetni, ha esetleg gyerekek is vannak, egy gyerekek tudják támogatni a szüleiket, akkor ennek még nagyobb az esélye, de az, hogy egy egyedülálló ember egy keresetből piaci alapon lakhatást tudja magának biztosítani, ez szinte ki van zárva, hm. illetve esetleg azokban az esetekben nincs kizárva, és szerencsére már vannak ilyen kivételes esetek, Hol a települést támogatás ehhez egy lényegesebb segítséget tud nyújtani. Tehát ahol az önkormányzat tudja támogatni a lakásbérlést. Rátira a krízis autóügyeletre. Miután volt ez a 300 óra, én ott maradtam még, és néhány évig telente megpróbáltam ebben részt venni. Így igazából van egy több éven átívelő tapasztalatom arról, hogy hogy kb. kik azok, akik ezeket a szolgáltatásokat működtetik. Mennyire lehet foglalkozni azzal, hogy ezek az emberek brutálisan leterheltek? Ugye a legtöbbjük nappali melegedőben, vagy nappali intézményben dolgozik, és mellette végzi az éjszakai műszakot. Nekem nem egy olyan kollégám volt, aki konkrétan ugye tart nem tudom, este 8-tól reggel 6 az éjszakai ügyelet, nem mindig kell kint lenni feltétlenül reggel 6 Tehát van, nem tudom, én hajnali kettőkor, háromkor már nincsen bejelentés, nincsen észlelés, el lehet menni aludni, de akkor is neki másnap reggel mennie kellett, és a nappali intézményben dolgoznia. Ö, ami nyilván abnormális, de közben meg ez a realitás. Szóval, mit lehet tenni annak érdekében, hogy az az embereknek ne kelljen ennyire kisigerelve működniük? <coughs> gondolom ezzel nem mondok újdonságot, a szociális szektorban a munkabérek azok botrányosan alacsonyak. Mondd számokat, hogy közelítőleg megértsük, hogy ez mit jelent? Ö, elég nehéz, mert erre külön most nem készültem, de hát szerintem a kollégáim jelentős részének a, a garantált bérminimum amit ő meg tud keresni, és akár már, tehát akár már sok, akár egyetemi vagy főiskolai végzettséggel sem sokkal magasabbak ezek a bérek ennél. Tehát, hogy kicsit rá is vannak kényszerítve, hogy ők több munkahelyen dolgozzanak, illetve te nélkül nem tudnának megélni. Az az igazság, hogy másik oldalról viszont a, a krízis autó ebből egy kicsit, és mondjam, ilyen adottság is, mert az már inkább egy szakmai koncepció, hogy nem főállású szociális szakemberekkel dolgozunk, hanem arra törekszünk, hogy ilyen hetente, két hetente egy ügyelete legyen egy szakembernek, mert ez mentálisan is nagyon-nagyon megterhelő tevékenység, és nyilván nem lehetne úgy csinálni, hogy heti 40 órában valaki ezt a, ezt a munkát végzi. Volt olyan, hogy rászóltál, munkatársa, hogy most inkább ne gyere, most inkább aludj néhány éjszakát, aztán térünk térjünk vissza erre a kérdésre, hogy össze vagy sem? volt hasonló helyzet, de, de, kevésbé a fáradtság miatt, bár az is nyilván nagyon fontos, hanem inkább egy-egy eset vagy egy-egy történet miatt, ami, ami utána az volt érezhető, hogy neki most idő kell arra, idő és segítség kell ahhoz, hogy ezt fel tudja dolgozni. Tehát mondjuk amikor valaki, akit mondjuk előzőleg beszállítottak, másnap reggelre elhalálozik. Hát igen, vagy, vagy mondjuk haldokló embert találtak a kollégák, vagy ami még ennél is rosszabb, amiről az előbb beszéltünk, amikor, amikor valaki ott maradt, és, és, és úgy halt meg belátható időn belül. Ami szerintem különösen megterelő ebben a munkában, amellett, hogy mondom még egyszer, mind mentálisan, mind fizikailag Kifejezetten kemény munka. Valószínűleg ezt föl sem lehet mérni, mert én sem mértem föl, miatt nem kezdtem bele, hogy éjszaka a hidegben um, várakozni adott esetben mentőre, adott esetben bármilyen, nem tudom én visszajelzést várni az egyik szállótól, hogy hova lehet vinni az adott kliens. Egyáltalán a kliensekkel foglalkozni, türelemmel lenni. Szóval ez egy, ez egy porzasztóan komplex megterelő munkakör. De ami szerintem így megkülönböztetettem megterelő benne, és ezt csak így az évek során fedeztem föl, hogy valamilyen módon elfogadni a létező tehát elfogadni azt, hogy van olyan kliens, aki soha nem fog bemenni. És éveken keresztül visszamenni minden télen találkozni vele, és látni azt egyébként, hogy egy rosszabb állapotban van, de akkor sem fog bemenni. Um, mik azok a realitások, amiket szerinted kényszeren el kell fogadni, ahhoz, hogy ezt a munkát végezni lehessen? Tehát mik azok az illúziók, amikkel muszáj szembenézni és leszámolni azért, hogy érdemi segítséget lehessen nyújtani? Hát ez mindenképpen uh, uh, el kell, hogy engedjük, hogy, hogy mi tudjuk, hogy neki mi a jó. Tehát, hogy uh, nyilván van egy csomó olyan szempont, egy csomó olyan tapasztalat, egy csomó olyan előzmény, ami az ő döntését, hogy elfogad-e segítséget, és milyen segítséget ez befolyásolja. Uh, én egyébként hát egy picit optimistább vagyok, tehát, tehát, pont azért gondolom azt, hogy, hogy évekig is érdemes valakivel kapcsolatot tartani, vagy vagy valakire odafigyelni, mert mert nem tudhatjuk, hogy mi lesz a vége. Tehát, hogy, hogy olyan történetek is vannak, amikor, amikor tényleg ilyen több évbe fektetett munkájával sikerül valamit, valami előrelépést elérni, illetve hát sajnos az is van, ami egyrészt szomorú, másrészt viszont nagyon fontos, hogy nagyon sok esetben ezeknek az embereknek mi vagyunk a kapcsolat. Tehát a hajléktalanság az, az nem csak az ilyen objektív dolgok, mint a lakhatás meg munkajövedelem elvesztését jelenti, hanem a kapcsolatrendszer leépülését is. És az, hogy hogy, 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 valaki van, aki odafigyel rá, aki, aki oda megy hozzá, és rendszeresen megkérdezi, hogy hogy van, hogy mi történt vele, hogy tudunk-e bármiben segíteni, az, az, még mindig, ugyanígy nagyon minimális, de valamennyire mégiscsak valamiféle megtartó erő nem, nem arról szól, hogy, hogy ő kívül van a társadalmó, hanem, hmm. arról, hogy valaminek a része. Nagyon izgalmas, egy erről, ami, ami eszembe jut, az, az egy bizonyos pont ilyen a hát 2010 környékén, de lehet, hogy ez még előtte volt, amikor amikor ilyen különböző közterületi szabálysértésekkel kapcsolatban azt mesélte el nekem, és itt pont csak különböző, tehát mondjuk ilyen szemetelés, vagy a közterületi alkoholfogyasztás, ezzel kapcsolatban azt mesélte az egyik rendőr, hogy tőle a szabálysértési hatóság számon kéri, hogy miért olyan embereket, mert hogy nekik semmi hangulatuk a szabálysértést elkövető otthontalan emberekkel foglalkozni, és hogy ezt én ezt teljesen tragikusnak tartottam, mert még ebből a szempontból is ki vannak közösítve, hogy, hogy, hogy velük máshogy bánnak el, hm. mint, mint egy nem otthontalan emberrel. És mit érkezik azzal, hogy ezt valaki hosszú évekig csinálja, és ott van nagyon sok kollégád, aki évtizedes viszonylatban a krízis autónak meghatározó tagja, és nélkül nem is működne ez a rendkívül fontos intézmény. És mit, tehát mit lehet kezdeni azzal, hogy azért mégiscsak azzal kell szembesüljön, hogy a legjobb esetben is a kihűléstől, fagyhaláltól a, lehetnek óvni ezeket az embereket, abban segíteni, hogy újra bizalmat építsenek valamilyen ellátó intézmény irányába, de igazából az, ami meg kellene, hogy történjen, hogy lakatáshoz jutnak, az túlmutat a krízis alattú lehetőségén, túlmutat a jelenlegi szociális ellátórendszer képességein és lehetőségein. Szóval hogyan lehet hozzászoktatni az embereket ahhoz, hogy ne váljanak cinikussá, ne éljenek ki, és képesek legyenek, hát ha nem is lelkesedni, de legalábbis kellő körültekintéssel és eltökéltséggel végezni azt a munkát, ami azért nagyon sziszifuszinak és nagyon kevés, kicsikkel konkrét eredményeket szolgáltatónak tűnik. Marci, elmondtad. Tehát, hogy, hogy ezek a kis eredmények is nagyon fontosak. Tehát, tehát, amikor tényleg valakinek sikerül abban segítenünk, hogy öt év utcai lét után megtalálja azt a helyet, ami, ami nem utca, és ott rendben van. Amikor amikor örül valaminek, amiben mi tudtunk segíteni, ez azért egyrészt nagyon fontos. Másrészt azért vannak nagy csodák is. Tehát, hogy én tudok mondani olyan embert, akit tényleg ilyen. Hát nem is tudom, legalább 5-6 évig nagyon rossz állapotban a város különböző pontjairól szedtünk össze, minden megtörtént fel, ami megtörténhetett, tehát ilyen kerekesszékbe került, nagyon komoly alkohol problémái voltak, és hogy rendezte az életét, tehát hogy talpra állt, élettársa van, együtt egy lakásban laknak, és működik. Tehát, hogy, hogy, igen, persze nem reménytelen, tehát, hogy, hogy mindig érdemes próbálkozni, mert nem lehet tudni, hogy kinél és mikor tudunk hát, hát lépni valami. Szerintem az elmúlt 13 évnek az is fejleménye persze, hogy a hatalom egyre e, módon viszonyul a hajléktalanságban élőkhöz. De szerintem az is egy fejlemény ezzel párhuzamosan, a lakhatás ugye? Azt szerintem végre, mint politikai követelés, sokkal szélesebb körben került felismerésre, mint 2010 előtt. Mit gondolsz erről a kettősségről? Uh, erre most nem biztos, hogy tudok válaszolni. Kiegészítem akkor. Igen. Abban, hogy ez megtörténhetett, abban nyilvánvalóan meghatározó szerepe volt a város mindenkének, és a különböző társszervezeteinek. És az nagyon érdekes szerintem, hogy a város mindenki alapvetően hajléktalanságban élő és, 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 és biztos lakatással rendelkező emberek koalíciójában működő társadalmi szervezet volt. A leágazásaik is alapvetően a lakatási kérdésekkel foglalkoznak, de hogy nagyon fontos, hogy ez az egész azért valahogyan hajléktalanság botrányával kapcsolatos tapasztalatokból származott, legalábbis az alapító aktivisták, udvarhelyi tesz a Misetics Bálint, és sajnálom, hogy most másokat nem említek meg, akik nyilván megérdemelik a megemlítést, nyugodtan, hogyha kiegészítenéd a sort, akkor te meg. Szóval, hogy alapvetően öm, azt lehetett látni, hogy a hajléktalanság botrányából indul a fölismerés, de aztán kiszélesítődik a kör, mert nyilvánvalóan válik, hogy nem csak a hajléktalanságban élőket sújtja a lakhatási válság. Szóval, hogy azzal együtt, hogy nyoma, ö, növekedett az elnyomás, a hajléktalanságban élők irányába. Közben az is látszik, hogy a lakhatás, mint közösségi, állami feladat, az nagyobb polgárjogot nyert, mint volt ez így korábban. Szerintem ez egy érdekes kettőség, és tényleg érdekel, hogy te, aki a területen dolgozol most már három évtizede, szerinted ez érdemben változtatott te bármit a te szakmádon, vagy a te munkádon? Igen, tehát hogy egyrészt nagyon fontos, hogy, hogy abból, hogy, hogy most már vannak olyan lehetőségek, ami, ami lakáshoz jutást jelent a legnehezebb helyzetben lévők számára, és itt most nem csak a fetetől az otthontalan emberekre gondolok, hanem tényleg a társadalomnak annak a legszegényebb rétegeire, amelyiknek esélye nem volt saját erőből, lakás tulajdonhoz jutni. Ez nagyjából azt üzeni az otthontalan embereknek is, hogy nem reménytelen, hogy van kiút. Azért itt volt egy jó tíz év, ami, amikor Hát nem, vagy nagyon minimális esetben volt arra lehetőség, hogy valaki egy hajléktalan szállóról akár lakásba költözzön, és az, hogy ez megváltozott, ez, ennek nagyon-nagyon fontos üzenete van. Egyébként korábban is voltak hasonló programok, a már a 90-es évek közepétől voltak olyan, mondjuk a fővárosi önkormányzat lakásállományában olyan pályázatok, amire otthon emberek pályázhattak, és ez nagyon jó volt. Csak aztán aztán ezek a lehetőségek megszűntek. Mikor szűnt az ez meg? Ez egyébként minden esetben az önkormányzatok vezetőivel függ össze. Tehát az, hogy most a fővárosban vannak ilyen lehetőségek, ez részben azért van, mert a fővárosi önkormányzat a saját lakosállományában, ezt lehetővé tette, tehát ott vannak olyan pályázatok, amire otthontalan emberek tudnak pályázni. Részben ennek mintájára néhány kerületi önkormányzat is, legalábbis nem zárja ki az otthontalan embereket a pályázati lehetőségekből. Ha megtudjuk, amit ezt a nyugodtan, csak meg, azok az önkormányzatok, amelyek ebben járnak? Hát a nyolcadik kerületi önkormányzat az mindenképpen, de volt mostanában lakás harmadik kerületből, a tizenegyedik kerületből, tehát több olyan önkormányzat is van, amelyik figyelembe veszi ezeket a szociális szempontokat egy-egy lakáspályázat megkérdetésekor. Akkor összességében mi a mérlege a 2019, a 2019 utáni karácsonyérának? Ugye most a negyedik évében vagyunk, még egy év hátra van. Um, vannak-e változások pozitív előjellel a tarlósérához képest? Kielegítőek-e ezek a változások? Lehetett volna többet tenni? Te milyen reményekkel vártad esetlegesen az ő hatalomgyakorlását, és mit mutat az eddigi mérleg? <coughs> Én úgy látom, hogy a, a fővárosi önkormányzat, ugye tudni kell, hogy a fővárosi önkormányzatnak nagyon kicsi a lakás, a bérlakás állománya, a lakás vagyonokkal kerületi önkormányzatok jelen rendelkeznek, és itt is nagyon eltérő, hogy melyik kerületben hány önkormányzati bérlakás maradt, meg van olyan, ahol csak nagyon néhány, tehát 50-nél kevesebb, és van olyan is, ahol akár több száz is, de én azt gondolom, hogy a fővárosi önkormányzat a lehetőségeihez képest nagyon-nagyon sokat megtett. Egy kicsit többet is egyébként, mint amit én lehetségesnek gondoltam korábban, és hát nagyon fontos, hogy, hogy ennek hatása van. Tehát a többi kerület működésére is hatása van, és ugyan vidékről egy kicsit kevesebb az ezzel kapcsolatos információ, de azért vannak pozitív előjelek a vidéki nagyvárosokban is. Ott, ott, talán még kicsit hátébb tartanak ezek a programok, de azért, hogy, hogy nyitottabbak, hogy tényleg szociális bérlakásként próbálják meg a lakásállományuk egy részét használni, hogy figyelembe veszik ezeket a szempontokat, ez, ez azért sok helyen látszik már. A korábbi években azt lehetett olvasni egy országosan, mint egy 30 ezer ember él hajléktalanságban. Ez a szám jelenleg is tímmel szerinted? Ugye ezt nagyon-nagyon nehéz számszerűsíteni, mert, mert nincs egy egészen pontos definíciója, így 30 év után sem annak, hogy kit is tekintünk hajléktalannak. De most nem akarok ilyen nagyon jogszabályi irányokba elkanyarodni, tehát ezért nehéz erre egy számot mondani. Nekem inkább ilyen bizonytalan lakhatási körülmények között élőkről beszélnék, és és nekem egy kicsit az a benyomásom, de ezt nem biztos, hogy statisztikai adatokkal alá tudom támasztani, de mint hogyha az effektív, hajléktalan emberek száma az egy picit csökkent volna, viszont itt a különböző gazdasági válságok hatására, viszont az ilyen lakhatási bizonytalanban élő emberek száma az én benyomásaim szerint növekedett. Budapesten hány emberi az utcai hajléktalanságban? Most olyat kérdeztél, amire meg még nehezebb válaszolni. Volt egy időszak, amikor ilyen különböző február három kutatás, utcai adatbázisok alapján azt gondoltuk, hogy egy időpillanatban, és ez fontos, tehát hogy itt nagy kérdés, hogy hány ember volt olyan, aki az elmúlt egy évben mondjuk akár csak egy éjszakát és utcán töltött, meg hogy hány ember van egy éjszaka effektív utcán. Tehát voltak olyan, volt egy olyan időszak, amikor azt mondtuk, hogy ez kb. 300 ember lehet, aki ténylegesen utcán tölti éjszak, az éjszak, azt az adott éjszakát. Most már ez sokkal nehezebb megmondani, mert nagyon megváltozott az utcai hajléktalanság az elmúlt hát bő tíz évben. És éppen azért nagyon megváltozott az is, amit, amit csinálni tudunk ezzel a problémakörrel. Nagyon nem jellemző az, hogy emberek utcán közterületen ilyen fix rendezkedve hely, egy helyszínen töltenék az éjszakát nagyon sokan mászkálnak ott, fekszenek le aludni, ahol éppen az este éri őket, illetve nagyon sok olyan ember van, aki, aki, rejtőzködik. Tehát, hogy ilyen olyan helyeken van, ahol, ahol nem nagyon tudjuk megtalálni őket, vagy nem nagyon látszanak ilyen romos épületek, erdőben nagyon elrejtett pontok, és, és még az erdőre korábban az ilyen bódé, akár fűthető bódé, fűthető épületek voltak a jellemzőek, sajnos most már az is van, hogy ott, ott minden, tehát hogy, hogy teljesen fűtés nélkül, akár csak néhány fólia alá bebújva van, találunk embereket, tehát, tehát emiatt nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy hány. Tehát, az, vagy abban nem vagyunk egészen biztosan, az biztos, hogy a közterületen látszódó emberek száma az csökken, ezt mindenféle statisztikákkal, mér, mérésekkel alá tudjuk. Tehát azt hogy akiket el tudunk érni, az kevesebb. Hm. Na most abban nem vagyok biztosak, hogy ez azért kevesebb, mert tényleg kevesebb, vagy azért kevesebb, mert egészen egyszerűen nem találunk egy jelentős részlege, részle, tömeget, és és, és ez nagyon-nagyon veszélyesnek is élem meg sajnos, mert azért itt igazán kemény tél utolja kérde, a 2017 januárjában volt. És hogy én magam nem vagyok benne biztos, hogy egy hasonlóan kemény időjárás nem követelne sokkal több halálos áldozatot pont a rejtőzködés miatt, mint akkor. Azt hogy lehet feldolgozni? Tehát mi a közösségi feldolgozási módja, hogyha Például, most 2017-ről beszélünk, amikor ennyire kemény tél van, és egyszerűen meghaladja a fizikai kapacitásokat, hogy érdemben lehessen menteni az ember életet. A kérdése próbálok valamit kezdeni, mert, mert azt gondolom, hogy ilyenkor nem. Tehát ilyenkor az a központi kérdés, hogy ez kinek a dolga. Tehát, hogy most tényleg annak a kb. 100 embernek, most becsülte még számot, aki Budapesten utcai szociális munkásként dolgozik az ő dolga. Hogy, hogy, ezzel a helyzettel kezdjen valamit, vagy, vagy tényleg vannak azok a kritikus helyzetek, amikor, amikor meg kell szólítani az embereket, és azt kell mondani, hogy most segítsetek, mert baj van. Nem véletlenül próbáljuk ebben, ezekben a nagyon hideg időszakokban azt csinálni, hogy hogy egészen létrehozunk olyan pontokat, vagy megkérdettünk olyan pontokat, ezek az úgynevezett túlélési pontok, ahol azt garantáljuk, hogyha bárki oda bemegy és segítséget kér, akkor, akkor ő ott maradhat, és, és segítenek neki, és melegben lesz, és kap hipohár meleg teát. És, és ilyenkor nem véletlenül próbáljuk meg a, azt kérni mindenkitől, hogyha veszélyben lévő a hajléktalan embert lát, akkor kísérje be oda, küldje be oda, továbbítsa neki a címeket. Tehát szerintem ezek a pontok már azok a pontok, amikor ilyen társadalmi összefogásra van szükség. Vagy például nagyon hasonló volt a helyzet 2001 tél végén, tavaszán, nem tudom, hogy ennyire emlékszel, akkor ott volt egy viszonylag hidegebb kéthetes időszak amikor ráadásul még kijárási tilalom is volt. Tehát ez tényleg az volt, hogy nem. Tehát ugye mi úgy szerzünk tudomást a veszélyben lévő emberekről, hogy a telefonszolgálatunk fogadja ezeket a hívásokat, de abban az időszakban, egész nem miután kijárási tilalom volt, nem voltak járók akik ezt tudták volna a felénk kelezni, hogy itt baj van, és akkor is azt kértük, hogy kvázi legyenek ilyen önkéntes járók akik a mi önkéntes igazolásunkkal kimennek, az utcára is, hogy csak csak azért mászkálnak bizonyos területeken, hogy az ott lévő bajba kerülő hajléktalan embereket megtalálják. És ez nagyon-nagyon, ez tehát ugye az ott nagyon sok életet mentett meg ez a program. És szerintem ez is arról szól, hogy ez nem a mi dolgunk, nem a mi felelősségünk, hanem hogyha ilyen kritikus helyzet van, akkor az csak úgy működik, hogyha mindenki, aki ezt teheti, megpróbál segíteni. Beszéltünk a kilakoltatás ügyeletről? beszéltünk a kilakoltatás ügyeletről. Mert hogy hát ez is egy sapkád, hiszen nem végzel elég munkát, úgyhogy még társadalmi munkában bevállaltad azt is, hogy egy nagyon fontos kezdeményezést, ami részben az AVM és különböző, nem tudom én, a környéki vagy a holdudvarában lévő embereknek a kezdeményezésére jött létre, hogy amikor... Mm, kilakáltatásokra kerül sor, alapvetően önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban, akkor van egy telefonszám, vagy egy jelentkezési lehetőség, amelyen keresztül az érintettek fölvetik a kapcsolatot erre, ezzel a körrel, akik abban segítenek, hogy diplomáciai tárgyalással, nyomásgyakorlással az adott önkormányzat megváltoztassa az álláspontját, és ne kerüljön sor a kilakoltatásra. Miért éreztétek szükségét annak, hogy egy ilyen kezdeményezés létrejöjjön? Én ebbe 2018-ban kapcsolódtam be, és akkor ez már eléggé sok éve működött, de hát minden azért volt szükséges, mert nagyon sok olyan jelzés érkezett az AVM-hez, ami arról szólt, hogy emberek belátható időn belül elve fogják veszíteni a lakhatásukat, a kilakoltatás veszélye, fenyegeti őket, és a város minden két csoport ezzel próbált meg valamit kezdeni, hogy ezeket a kilakoltatásokat megakadályozza. Nagyon. nagyon gyakori félreértés a csoport tevékenységével kapcsolatban, hogy ennek ugye a nyilvános része azok az élő láncok, ami, ami azért eléggé nagy nyilvánosságot kap, de a kilakoltatás ügyelet munkája az lényeg, az nagyjából az, ami ezt megelőzi. Tehát, hogy nagyon sok esetben, sőt az esetek túlnyomó többségében sikerül egyéb eszközökkel megakadályozni a kilakoltatást és az élőlánc az az utolsó utáni eszköz, amikor már tényleg nem tudunk más csinálni. Mi a tapasztalatam úgy, hogy alapvetően lehet tárgyásos úton jobb belátásra bírni az érintetteket, már mint a lakás ö, tulajdonjogával rendelkező önkormányzatokat, hogy ne lépjenek a kilakoltatás útjára? Az önkormányzatok esetében, az esetek többségében lehet valamiféle megoldást találni. Itt persze nagyon sok függ attól is, hogy mennyi időnk van rá. Tehát, hogyha hogyha az utolsó pillanatban, akár csak néhány órával a kirakoltatás előtt szerzünk tudomást egy-egy esetről, akkor nyilván nagyon nehéz részben az információkat is nagyon nehéz összerakni ilyen rövid idő alatt, hogy mi vezetett idáig, részben meg nagyon nehéz megtalálni azokat a szereplőket az önkormányzatnál akikkel ez ügyben lehet tárgyalni. Ha több idő van rá, el tudunk kezdeni dolgozni mind az ügyfelekkel, mind az önkormányzati szereplőkkel azon, hogy, hogy mit lehet tenni, hogy itt ne a hajléktalanná válás legyen az, az, ügynek a vége, és az esetek döntő többségében ez működik is. Tehát, hogy az azért nagyon-nagyon ritka, amikor ilyen teljes elutasítással találkozunk. De azért van ilyen is. Ritkán, de előfordul. De nagyon a kilakoltatásokkal kapcsolatban is nagyon nagy az ilyen információhiány, vagy a félreértés. Tehát nagyon sokan gondolják azt, hogy itt ilyen több milliós tartozásokat felhalmozó embereket lakoltatnak ki az önkormányzatok. Az esetek túlnyomó részében nem így van, sőt van egy elég jelentős olyan kör is, ahol akár tartozás sincsen, csak, csak a lakás használatának a jogcímével van valami baj. Például nem olyan nagyon régen volt egy olyan ügyünk, ahol egy testvérpár, aminek ráadásul az egyik tagja még szellemi fogyatékos is az édesanyja halála után nem kérvényezte a béleti jogviszony folytatását és ez az ügy, ez hajszál ilyen eljutott a kilakoltatásig, pedig csak arról volt szó, hogy ők nem tudták, hogy meghalt az édesanyjuk, aki a bérlő volt, és be kellett volna gyújtaniuk egy kérelmet arra, hogy ők szeretnék ezt meg a továbbiakban is ilyen lakásban lakni, de, de egyébként is, tehát én teljesen hihetetlen történetek vannak, tehát azt hiszem a legkisebb tartozás, amit én láttam, tehát ami miatt fölmondtak egy bérleti szerződést, a 16 ezer forint volt. Tényleg szegyentelenség. Um, szeretnék egy kicsit személyesebb vizekre is evezni. Én most 37 éves vagyok, és ha elkezdem, hogy 30 év múlva mi lesz ez az ország, akkor azt szoktam gondolni, hogy nem kizárt, hogy ha sok riport készül, meg sok dokumentumfilm készül, és sokat foglalkozunk a kérdésével, akkor még lehet hogy ez egy olyan társadalom is akár, ahol a alapjog. Benne van a alaptörényben, alkotmányban, tök nélkül, mi lesz akkor. És ez egy nagyon motiváló gondolat. De 30 évvel ezelőtt, amikor ebbe az egészbe belekezdtél, mi volt az, ami a motivációt adta a számodra a hajléktalansággal kapcsolatosan, és így 30 év távlatából visszatekintve, Mit gondolsz ebből, mi valósult meg? Erre nehéz válaszolni, mert, mert mint mondtam, Nekem az alapmotivációm az az volt, hogy, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. És, és ami így a, a legfontosabb Emlékeim azok, azok azok az emberek, akikkel a munkám kapcsán meg tudtam ismerkedni, és, és egy kicsit az a megélésem, hogy együtt valamit el tudtunk érni. Ugye ilyenkor, ami, ami így elsőre bevillan, az az, az első ügyfelem, akit te ismertél, Marci, aki... A panda? A panda, aki, aki egy állami gondozott lány volt, akit vel közvettek ott volt a hajléktalan tüntetéseken, és, 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 ott volt a vajda első lakói között, és, és 90 őszén sikerült lakásba költöznie, és egészen a 2021 őszén bekövetkező haláláig ebben a lakásban lakott. Ö, és, és, és akkor utána jönnek a többiek, akik, akik így vagy úgy, de de előre léptek, tapra tudtak állni, Ö, akár a mai napig is kapcsolatban vagyunk, Ö, és persze igen, a, valószínűleg az egyéni történetek és, a, és az emberek mellett az is volt, vagy az is benne volt valószínűleg már a kezdetektől, hogy, hogyha sokat dolgozunk, meg, meg, ilyen jó irányba megyünk, akkor majd az egész társadalom jobb lesz, és akkor kevésbé, vagy kevesebb ember kerül ebbe a helyzetbe, és, és akkor kevesebb dolgunk lesz, sőt, még én akár, akár már munkák se lesz ezekkel az emberekkel de hát erről nincsenek ilyen jó emlékeim, tehát hogy, hogy nem tudom azt állítani, hogy itt az elmúlt 30 évben jó irányba mentek a dolgok, és, és ugye nagyot léptünk ez ügyben előre, sőt. Sőt, egy kicsit, kicsit talán kicsit talán nem is. Tehát, hogy hogy, hogy mint hogyha mint hogyha ilyen kicsit esnének szék, szét a dolgok talán. Talán nem biztos, hogy mondjuk a 90-es évek első felében is azt gondoltam, hogy, hogy hogy ennyire könnyű hajléktalanná válni, hogy ennyire könnyű elveszteni a kapcsolatrendszer, tehát hogy, hogy minthogyha itt a, a, társadalom kohéziós ereje is, is, is ilyen romlana, és, és nem, nem, előre mennénk, hanem egy picit vissza. De mégsem álltam megkeseredetté, tehát hogy azt, azt érzik nem rajtott, hogy fáradtabb vagy, de megkeseredettséget, kiábrándultságot nem érzékeltem soha nálad. Mm, mivel magyarázod? Miközben, hát, amit elmondtál, azért az adnak erre. Kicsit én szerintem olyan vagyok, hogy, hogy szerettem, szeretem, szeretem megteremteni a magam komfort érzetét és hogyha valami nem jó, vagy valami nem tetszik, akkor, akkor nem feladom, hanem, hanem elkezdek azért kaparni, hogy olyan világot teremtsek magam körül, ami jó. És, 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 akkor itt nem, nem elengedem a dolgot, hanem megpróbálom kitalálni, hogy hogy lehetne ezt jobban csinálni, vagy hogy mik azok, ami, ami, am, am, amikkel ez a jelenlegi egyébként nagyon szar helyzet elviselhet, többé válik. Most például, amiről szerintem lehet, hogy te semmit nem tudsz. Van ez a pályázati rendszere egy EP, vagy kek, vagy becézgetjük ezt bárhogyan is, ami nagyjából két dolgot céloz, az egyik, hogy a, az, hogy az otthontalan embereknek jobb legyen, tehát akár ilyen egészen kis dolgoktól, hogyha valakinek kell egy szemüveg, vagy egy halókészülék, vagy valami ilyen, akkor ebben ezt tudjuk támogatást adni. Egészen nagy dolgok is, ami amiben akár hát az albérletek kaukciójának kifizetésén keresztül, de egészen odáig, hogy hogy egyéb források bevonásával, de ingatlan vásárlás, amiben ezek az emberek be tudnak költözni, tehát hogy tényleg ilyen típusú célokat támogat. A másik nagyon fontos része az meg a lakhatás elvesztésének a megakadályozása, tehát ilyen adósságrendezés, ö, ö, akár... Ö, akár ilyen tart, egyéb tartozásoknak a rendezése, tehát hogy, hogy prevenció. Annak érdekében, hogy az érintett emberek ne kerüljenek utcára, és hát ezekből a programokból egy ilyen évi 60 pályázat a százas nagyságrendű tudunk segíteni. És ez egy ö, olyan történet volt, amit az első pillanattól az utolsóig mi találtunk ki. Ez nagy szó. Ez nagyon nagy szó. Ki fogja átvenni tőled a krízis autóügyeletet? Szoktál ezen gondolkodni? Mi szoktam mert hogy a hallgatók számára legyen világos, tehát hogy te tényleg egy személyes intézménye vagy a hajléktalan ellátásnak. Informálisan és formálisan is. Tudások, kapcsolatrendszer úgy koncentrálódik nálad, ahogy valószínűleg senki másnál. Tehát nyilván az is kell, hogy szakmai laki lesz az örököse majd mindezeknek a tudásoknak. Figyelj, ami azért fontos, hogy a krízisautót autót azt nem csak én csinálom, illetve nem, még csak nem is a Menhe Alapítvány csinálja Igen. egyedül. Ugye itt több szervezet működik abban közre, hogy ez a téli időszakban a napi 24 órában tudjon működni. Tehát azt gondolom, hogy krízis autót mást is tud csinálni, és, és nyilván csinálnak is szervezetek. Tehát, hogy per pillanat egyébként akkor se dőlne a rend, össze a rendszer, hogyha én kiszállnék belőle, vagy akár a menhely alapítvány kiszállna belőle, tehát hogy, hogy más szervezetekbe tudnák tölteni ezt a szerepet, e, hogy a menhely alapítvány által működtetett krízisautót autót ki fogja átvenni, nem tudom, próbálok rajta dolgozni, hogy valaki át tudja venni, e, Fontos lenne, hogy hogy erre legyenek megoldások, tehát hogy legyen valaki. Most egyébként a kollégák már sokkal önállóbbak, mint néhány évvel ezelőtt, tehát kevésbé kötődik hozzám személyesen ez szerencsére. Szóval, aki ismer, annak nem kérdés, hogy neked a segítő szakmában van a helyed, de attól az még fölmerül, hogy miért pont a hajléktalanság. Tehát annyi területen van az országnak, ahol nagy szükség lenne ilyen habitusú emberekre, és nyilván neked is nagyon sok ö, gondolatod eltett arról, hogy hol tudod a legjobban hasznosítani magad, és végül azt a döntést hoztad, hogy te a hajléktanállátásra szeretnél foglalkozni. De ez nem biztos, hogy mindig így és nem biztos, hogy ennyire evidens volt. Legalábbis erre utaltál. Szóval milyen élmények vezettek téged igazából a ellátásba. Megint csak azt tudom mondani, hogy azok az emberek, akikkel megismerkedtem, tehát azok az otthon talán rászoruló emberek, akiket hát fő, főleg a pályám elején megismertem, azt gondolom, hogy, hogy talán más területen és azért próbál vagy foglalkoztam más területen és ö, ö, ügyfelekkel. Ö, abszolút. Ö, tehát talán pont azért, mert hogy ők ennyire, ennyire mindent elvesztettek, és ennyire nincs már ö, ö, nincs már egyéb kapaszkodójuk sokkal, sokkal intenzívebb, sokkal őszintébb viszonyt lehet velük kialakítani, mint bárki, bárki mással, vagy bármelyik a szociális ellátás bármelyik másik területén. Neked ez az életed, nem? Igen, bár azért egy kicsit, így 30 év után már kikacsingatnék belőle, tehát, hogy, hogy azért annak örülök, amikor, amikor egyéb területekre is van egy kis rálátásom. Nagyon fontos, és ez egyébként a hajléktalan emberek szempontjából is, fontos, hogy, hogy, egy kicsit jobban integráljuk a különböző területeket, tehát nyilván a hajlítalan emberek számára egy a szerhasználókkal foglalkozó szolgáltatások, az alkoholbetegekkel foglalkozó, foglalkozó szolgáltatások, vagy egyáltalán az egészségügyi, az egészség, ugye az egészség emberek egészségügyi állapotáról még kevés szót állítettünk, de hát ez, ez egyre nagyobb probléma. Tehát, hogy egy kicsit jobban sik kerül a különböző szociális területeket integrálni, az szerintem mindenkinek jó lenne. De tudsz te kapcsolni, Tudsz te független munkától, vagy mondjuk itt a munkaalkoholista vagy? Egy kicsit igen, de azért... azért Melyik azért... igen? <gül> <gül> a kikapcsolás vagy a munkaalkoholizmus? <laughs> a munkaalkoholizmus az igaz, de azért, azért van, vannak olyan elfoglaltságaim, amik, a, amik egész egészen kellenek ahhoz, hogy ezt ezzel az intenzitással tudjam csinálni. Hát igen, azt megfigyeltem át, hogy te nagyon körültekintően beszélsz a kollégákkal, és nagyon ö, rigorózus, hogy azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a rekreációra figyelni. De a saját rekreációdal kapcsolatban szerintem szélsőségesen öm, mi a jó jelző erre, ami nem eléggé elítélő, de közben mégiscsak jelzi az aggodalmat. Szóval, hogy érted, tehát hogy magaddal kapcsolatban egyáltalán tapasztalom ezt a típusú kíméletet vagy gondosságot. Hát figyelj, részben megvan, ugye minden évben van legalább három hét, amikor el, 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 elutazom jó messzire, és engem onnan nem lehet vissza se sehogyan sem. Az jó. É, és, és ez az életem része egy kicsit, kicsit a másik otthonom ez a, ez a dolog, és, és ez tényleg egy ilyen, tehát enélkül nem tudnék működni, vagy, vagy ez kell ahhoz, hogy az év többi 49 hetét az, az intenzitással tudja végigcsinálni, amivel szoktam. A másik, amit talán megint csak nem nagyon tudsz, hogy ami ilyen kikapcsol, vagy, vagy, sokat segít, az, az különböző ilyen kézműves mindenféle tevékenységek. igen, igen, nem már, így kötsz? Nem, nem, mert most éppen karácsonyi fadíszeket gyártok. Csodálatos. vagy, vagy ilyen különböző dekorációkat, vagy időként fejembe veszek, hogy csinálok valami nagyobb tudom egy képet, de vél természetes anyagokban, de mindez egy ilyen kézbőves dolgok, mert, mert hogy ez egy ilyen rész jó, másrészt rögtön kézzel fogható eredménye van a dolognak, Isten. tehát hogy, hogy, ilyenek, és ez hogyha nincs rá időm, csak egy fél óra, egy óra, akkor is jó, mert, mert látom, hogy, hogy mi az eredménye. Most néhány -e volt először olyan, hogy Budapesten hó esett, ami ugye az elmúlt években abszolút nem megszokott látvány, és azért, hogy csodálatosan szépen nézett ki a város, nekem rögtön az volt az első gondolom, hogy úristen, hányal több embernek fog ez most ö, ö, problémát jelenteni, hány ö, utcán élő embernek fog ez most ö, tovább többlet nehézséget okozni. Te mikor vesztetted el azt a képességedet, hogy mondjuk tud györülni a hónak? Mert a hó alapvetően veszélyt jelent az utcán élők számára. Figyelj, most lehet, hogy de én most kifejezetten örültem a hónak az elmúlt két évben, ugye tényleg szó nem láttam havat a városban, de azért nagyon furcsa, mert az első reakcióm nekem is az volt, hogy jaj, most akkor mi lesz? Tehát, hogy jó, nem csak én, hanem tényleg az utcán élő emberek sem nagyon láttak havat, de, de és én és, és úgy jártam, keltem a városba, hogy úgy figyeltem, tehát hogy, hogy, hogy izé bajba kerülnek-e, rosszabb lett -e ettől. Mondjuk lehet, hogy szerencsénk volt, mert a hó most nem párosult komolyabb hideggel, Igen. de nem szerencsére nem láttam olyan embert, hogy aki kifejezetten a hó miatt került volna a rosszabb helyzetbe. Előtte volt egy kicsit ilyen esősebb időszak, az szerintem rosszabb volt meg, 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 nagyon furcsa egyébként, hogy, mi hogyan hat a dologra. A hó az önmagában hideg nélkül annyira nem veszélyes, ennél egy erősebb szél például a sokkal rosszabb tud lenni. Hm. Ha hatalmadban állna, nem az ország egészében, hanem Budapest városában, három dolgot megváltoztatni a hajléktalanság vonatkozásában, mi lenne ez a három dolog? Most leszámítva azt nyilván, hogy ne, legyen mindenkinek lakhatása, persze. De hogyha ezt nem választhatnád, akkor mi lenne az a másik három dolog, amit viszont választanál azért, hogy ezeknek az embereknek védettebb legyen a helyzetük? Az egyik, hogy itt a sok-sok intézményi férőhely helyett legyen legalább ennyi lakás vagy lakásszerű elhelyezésnek megfelelő férőhely. Egy kicsit ezzel összefüggésben, de, ez, de nagyobb körben, hogy, hogy legyen olyan lakhatási támogatás, ami részben ezeknek a lakásszerű elhelyezéseknek, akár csak a normál lakásoknak, és itt most nem csak az önkormányzati, hanem az ilyen piaci bérlakásoknak a fenntartási költségeiben segíti a benne lakókat. Igen, a harmadik, hát, hogy legyenek olyan bevételek, és akkor ez most megint tágan, értelmezve, tehát akár a szocialista transzferek, de akár a bérekben is, ami, ami ahhoz kell, hogy ez, ezeket a lakhatásokat stabilan és különböző, különösebb ember próbálom meg emberfeleti teljesítmények nélkül meg is tudják tartani azok, akik ezekben élnek. Hm. Ugye most a tisztelt alatt talán valamivel több idejük van az embereknek, szabad idejük olyan értelemben, és nagyon érdekel, hogy szerintem van olyan művészeti alkotás, film, regény, dal, ami alkalmas arra, hogy valamit megértessen az emberekkel abból, hogy mit jelent hajléktalanságban élni. Vagy valami fontosat mond el erről az élményről, számodra meghatározó volt, és ilyen szempontból ajánlanád akár, hogy Emberek kezdjék el az ismerkedést a témával ezen keresztül. Úgy is kérdezhetném, hogy van-e kedvenc filmed, ami a szakmádról szól. Szól egyáltalán bármilyen a film a szakmádról? Eh, hozzá kell tennem, hogy, hogy én nagyon keveset járok moziba, és még azokat a filmeket sincs idő megnézni, amit tényleg nagyon szeretnék. Eh, van kedvenc filmem és, és azt hiszem, hogy még akár bonthatjuk azt is, hogy a szakmámról szól, de lehet, hogy, hogy többen, többen nagyobb mérgesek lesznek rám. Én Tarkovsky Sztálkerét szoktam ilyenkor megnézni. Wow, Miért pont azt? Mert M -m 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 mert az mindenről szól. Mindenről szól a reményről, a kiútról. Mindenképpen nézzék meg azt, ezzel, ezzel a kert, igen, az nem kérdés. Te érdekes, hogy a szakmádra összefüggésben hoztad elő, soha nem gondoltam volna. Pedig hát szerintem legalábbis olyannak, aki ebben a szakmában dolgozik, az tud erről szólni. De ez tényleg érdekes, mert hogy nem a segítségnyújtást mondod, hanem azt mondod, hogy a remény, hogy az hogyan képződik meg, és hogyan jön létre, az fontosabb, mint hogy a segítségnyújtásról beszélünk, mint olyanról. Ezt mondod? Nagyon izgalmas. A beszélgetés záratához érkezve um, legyünk egy kicsit közszolgálatiak. Um, azon kívül, hogy kérlek mondani, mi az a száma ilyen keresztül utcai észre is lehet bejelenteni -e a kedves hallgatóknak, hogyha embert látnak az utcán, mi az a telefonszám? Ez az 13384186, ez a közép-magyarországi regionális szolgálat száma. Egyébként hasonló regionális diszpécserszolgálatok vannak minden régióban, a neten föl vannak az ő telefonszámaik is. A másik pedig, hogy mit csinálnak az emberek? Tehát mi az, amivel segítenek, és mi az, amit ne csinálnak, mert lehet, hogy azt gondolják, hogy segítenek, de valójában csak ártanak. Például, um, vigyenek el ételt utcán élő emberek számára, vagy sem? <coughs> nem egyszerű a válasz. Nyilván, hogyha ha valaki bajban van, krízis helyzetben van, akkor az jó, hogyha ő kap egy meleg takarót, kap egy meleg tehát, kap meleg ételt. De ez semmiképpen nem megoldása az ő problémájának. Ettől ő még, hogy, hogy esetleg ott étel el, ital, el van látva, egy helyen ettől ő még ott biztos, hogy veszélyben van a téli időjárás miatt ez egészen egyértelmű, tehát hogyha azt gondolják, hogy neki segítségre... részben beszéljenek vele, de ez a legfontosabb. Tehát, hogy, 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 hogy ismerjék, tudják a történetét, alakítsanak mi olyan kapcsolatot vele, hogyha segítsége van szüksége, akkor tudjon szólni valakinek. Ha ez a helyzet, akkor hívjanak minket. Ha azt látják, hogy de ha, hogyha figyelnek rá, és ezért aztán azt látják, hogy változik a viselkedése. Nem ugyanazt csinálja, mint tegnap csinált, tegnap előtt csinált, akkor hát észben meg lehet kérdezni, hogy van-e valami baj, de hogyha önmagában csak azt vélik, hogy valami probléma van, akkor is telefonáljanak. Nagyon fontos, hogy, hogy a hajléktalan ember is pont ugyanolyan ember, mint, mint bármelyik más ember. Tehát akinek, akihez mentőt hívnának, ha nem hajléktalan lenne, ha hajléktalan, akkor is hívjanak hozzá mentőt, mert hogyha hogyha késik az a mentőszolgálat, mert mondjuk a utcai szociális munkások indulnak el a helyszínre, akkor ez életet veszélyeztethet. Tehát ugyanúgy, hogyha úgy látják, hogy közvetlen egészségügyi probléma van, életveszély van, akkor ugyanúgy a mentőszolgálatot kell hívni, a szociális munkások pedig az, az ilyen elhelyezésben, szociális problémák megoldásában tudnak segíteni. Mi az, amit ne csináljanak kifejezetten? Tehát van-e olyan tevékenység, ami visszavisszatérően megjelenik, akár hajléktalan emberek beszámolóiban, hogy ilyesmivel zaklatják, zavarják őket, Egyébként valószínűleg jó szándékkal, de mégis inkább arra öztökelnéd a hallgatóinkat, hogy az ilyesmitől tartózkodjanak. Uh, hát um, ez most eléggé nehéz elmondani, de mondjuk, ha úgy elmondanék senkit, ne bántsak meg. Tehát nyilván egy hajléktalan ember, folyamatos zaklatása, nyilván a rossz szándékú dolgokról most ne beszéljünk, de hogyha ilyesmit látnak, akkor akár a rendőrséget is érdemes értesíteni, hogyha olyan emberrel találkoznak, aki bántalmazza az otthontalan embereket. De az ilyen akár csak tehát nem hidegben, védettebb, nehogy isten fűtött helyen alvó embert felébreszteni, ö, a, a akár csak erről a helyről megpróbálni elküldeni, anélkül, hogy bármiféle jelzést leadnának arra, hogy, hogy neki segítségre van szüksége, ez akár életet is veszélyeztethet. Nagyon sokan, sok otthontalan ember, főleg, hogyha ilyen nagyobb távokat tesz meg a, annak érdekében, hogy dolgozni tudjon, vagy valamilyen bevételt Ö, szedjen össze, nagyon sokszor ilyen eldugva ott hagyja a holmiát, a takaróit, a hálózsákját. Nyilván, hogyha valaki ezeket kidobja, az az ő értét veszélyeztetheti, mert, hmm. mert, másnap éjszaka már nem lesz neki ö, felszerelése. Igen. Én mi ez a típusú paternalista attitűd, amivel sokszor lehet látni, hogy emberek megszólítanak, mondom még egyszer, valószínűleg jó szándéktól vezérelve, de mégiscsak paternalista attitűddel hajlítan embereket. Tehát mondjuk például, hogy Jóska bátyám látja, nem kéne annyit inni, vagy bármilyen más módon mondjuk a dohányzással kapcsolatban kéretlen egészségügyi tippekkel szolgálni a számukra, miközben nyilvánvalóan az nem jó, hogyha az emberek mértéktelen mennyiségben fogyasztanak alkoholt, meg dohányoznak, és így tovább. De hogy mivel érvelnél, miért nem érdemes ilyen vonatkozásban nem tudom, hogy nevelni, vagy, vagy nevelő szándékú tanácsokkal ellátni hajléten embereket? Hát egyrészt, mert hogy nyilván nem változik meg semmi, tehát nem hiszem, hogyha valaki sokat iszik, meg sokat dohányzik, akkor attól, hogy azt mondják neki, hogy ezt ne tegye, nem fogja tenni. Másrészt meg, meg, meg nem tehát az lenne a fontos, hogy az derüljön ki, hogy hogy jutott ő idáig, uh -huh. vagy, vagy hogy mik az előzmények, és egy ilyen típusú kommunikáció az az, az egyenrangú perbeszédet eleve kizárja. Tehát, hogy, hogy nyilván akkor, akkor ő is erre ilyen látszatválaszokat, meg a legjobb esetben is látszatígéreteket fog kapni, ami, ami nem vezet sehová. jövőre önkormányzati választások lesznek. Szerinted mik azok az ügyek, amikkel szeretnéd, hogyha foglalkoznának a képviseletünkre pályázó jelöltek? Tehát mik azok a szempontok, amikkel adott esetben inspirálnád őket, hogy vegyék fel a politikai követeléseik közé? Mi kellene ahhoz, hogy a hajléktalanság ügyében érdemben valami fajta legalább a retorika szintjén vállások megfogalmazódjanak? Figyelj, én ezt kiebb nem tehát hogyha valamelyik önkormányzatnál elkezdődnek pozitív változások, akkor, akkor ez a hajléktalan embere, az, az, ott élő hajléktalan embereket is pozitív irányba befolyásolja. Tehát az, hogy, hogy legyen valamiféle helyi lakáspolitika, hogy a települési támogatások rendszere úgy legyen kialakítva, hogy az tényleg a, a legszegényebbeket segítse a legintenzívebben, hogy a kilakoltatások, Megelőzésére, az elhelyezésére küliki a koltatások, tilamára, legyen valamiféle koncepció. Szerintem ezek mind-mind ezek nagyon fontosak, és, és nem csak a jelenleg hajléktalan embereket érintik, hanem a arma kerület egész lakosság. És akkor záró kérdés, ugye ennek a podcastnak készületlen a címe, és a te szakmád azért alapvetően arról szól, hogy nem engedheted meg magadnak a készületlenséget, készülni kell a téli időszakra, készülni kell arra, hogy adott esetben hirtelen beüthet egy nagyobb fagy, és akkor minden élő ember össze kell gyűjteni, hogy el tudjátok látni a szolgálatot, és így tovább. Úgyhogy a készületlenség nyilván ilyen szempontból az egy luxus a te életedben. De mégiscsak kérdezném, hogy volt-e olyan pozitív készületlenség, vagy olyan készületlenség, ami mondom még egyszer váratlanul ért a szakmai életedben, de közben mégsem veszélyt hozott magában, hanem adott esetben örömöt. És mi volt ez? Azt is mondod ezzel, hogy a készületlenségből öröm nálad még nem fakadt? Nem. Nem, sőt, most erről a kérdésről, de nagyon furcsa, mert ugye mindig, a, és én is úgy érzem, hogy alapvetően egy optimista ember vagyok, de, de, de valamiért erről a kérdésről nekem az ugrik be, amikor mindig ilyen a váratlan krízis helyzet, ez az azonnal nagyon csinálni kell, ilyenkor mindig az a megélésem, hogy, hogy mindaz, amit nem oldottunk meg, az most üt vissza. És, és, és akkor keresem azt, hogy jó, de hogyha, akkor hogy lehet ezt ebben a krízis helyzetben mégis valahogy kezelni? Valószínűleg ez, hogy nem tudok most erre pozit, nagyon ráéreztél valamire, e, valószínűleg összefügg azzal, amit mondtam, tehát, hogy én ez a biztonságra törekvő ember vagyok, és, és, és úgy szeretem úgy tartani a dolgokat, hogy ne legyenek váratlan, vagy nagyon kiszámítatlan helyzetek, és, és hogyha valamilyen váratlan meg beleüt ebbe, akkor, akkor az nem tud jó lenni, még, még, még akkor sem, ha egyébként jó, mert mert úgy bezavar abban a térbe, amit vagy, vagy amit úgy próbáltam teremteni. Ez borzasztó érdekes. Tehát azt mondta, hogy a készületlenség az, amikor a rendszerhiba kikerületetlené válik? Mm. És az ijesztő? É, igen. De azért, mert szembesít a saját magad korlátaival, vagy azért, mert általában annak mindig emberé lett az ára? Szerencsére nem mindig ember élet az ára. Azt hiszem, hogy akkor nem tudnám csinálni, ha mindig ember élet lenne az ára. Nem azért, mert, mert valami megoldatlan jön szembe, amit akár meg is lehetett volna oldani, csak, csak akkor még nem látszott, hogy, 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 ez, hogy, ezzel úgy csinálni kéne valamit, vagy ez ennyire fontos lenne, és akkor most szembesülsz azzal, hogy ebből ez következik, és hogy, és, és hogy most ilyen azonnal krízis helyzetként kell. Hát az azzal szemben muszáj megértőnek lenni magaddal, nem? Tehát, hogyha olyasmi mi készületlenség áll elő, ami neked főlem rohat okok miatt állt elő, tehát, hogy nem tudsz minden helyzetre mindig készen állni, tehát nem biztos, hogy ez feltétlenül mulasztásból áll elő, az is lehet, tényleg csak arról van szó, hogy nem volt eddig része a mentális térképednek, hogy ez is része lett a szakmai munkádnak, nem? De akkor se kerek valami, mert egy jó rendszer, kére tudni kezdeni valamit. Lehet, hogy akkor is, ha te ha új, ha most először jön uh -huh. szembe. De, de ha jól van összerakva a rendszer, hogyha ilyen helyén vannak az elemei, akkor, akkor legalább a módnak meg kéne lenni, hogy ez hogy rendezhető. És ez most valami olyan kérdés, ami aktívan foglalkoztat? Hát ez, 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 mindig aktívan foglalkoztat, mert, mert a rendszert, ami, ami úgy kezeli ezeket a váratlan helyzeteket, azt, azt ilyen mindig változtat. azt mondtam, hogy változott például a közterületi hajléktalanság, és akkor az egész rendszert kell egy kicsit átalakítani, olyanná tenni, ami ezt úgy tudja kezelni. Igen, és, és hogy ezzel nem dolgozunk folyamatosan, hogy, hogy ez egy működő, akár váratlan helyzetekre is reagálni tudó szervezet vagy szerkezet legyen, akkor, akkor ez előbb-utóbb vissza fog csapni. És ez képes vagy szakmai kihívásnak kezelni? Vagy ez számodra mindig egyben egy személyes, morális dilemma is? A saját magad valamilyen fajta készületlenségének egy negatív tükörképe, ami személyesen is megvisel. Ez személyesen is megvisel, és, egy kicsit az ilyen magánéleti részben is megvisel. Tehát, tehát ez a biztonságra törekvés. Tehát, hogy, hogy, hogy legyen, legyen kerek, legyen működő, legyen, legyen egy, egy alkalmazkodó, rugalmasan reagálni tudó rendszer. És ebben az elmúlt 30 évben, ebben a három es pályafutásodban még szigorúbb lettél, vagy még megengedőbb lettél inkább? Szerintem megengedőbb lettél. De is azt tudod pozitívnak értékelni? Hogy megengedőbb lettél? Igen. Tehát akkor mégsem vagy magaddal um, ilyen indokolatlanul Szigorú. Szerintem nem. Oké. Okay. Nagyon köszönöm, hogy a meghívást. Remélem, hogy nem volt rossz élmény. Nem volt rossz élmény. Körülök neki. Um, én nagyon élveztem, és különösen fontosnak tartom, hogy um, remélhetőleg mostanában a szélesebb nyilvánosság számára is megismeretővé váltál pontosabban rajtad keresztül. Megismeretővé váltak azok a dilemmák, amelyek az utcai hajléthanyállátásban dolgozóknak a mindennapét meghatározzák és ezzel együtt egyébként hát a teljes politikai közösségünk életét meghatározzák. Um, így most ebben a formában is szeretném megköszönni a munkádat, mert szerintem rendkívül értékes tagja vagy a közösségnek, és nagyon fontos, amit az elmúlt évtizedekben tettél, és remélem, hogy erre tudsz büszke lenni. Én személyesen biztos, hogy büszke vagyok arra, hogy ismerhetlek, meg nagyon jó érzések gondolok rád, és azt is tudom, hogy nagyon-nagyon sokan köszönhetnek nagyon sokat a te munkádnak, úgyhogy... Tényleg kösz. Nagyon szépen köszönöm a megkívást és meg a jó kívánságokat is, és hát remélem, hogy találkozunk még azért a krízisra úton. Biztos vagyok benne. Csak időlegesen szálltam ki, és nem véglegesen. Köszönöm szépen még egyszer, minden jót neked. Én is köszönöm. Nektek is köszönjük szépen a figyelmeteket, ez volt a készületlenül adás a kártyás Irénnel. Ha most hallottad először ezt a podcastot, akkor mindenképpen hallgass meg a korábbi adásokat is, mert számos izgalmas vendéget hívtam már el ebbe a formátumba. Ebben az adásban ugyanis úgy beszélgetek a vendégeimmel, hogy nem készülök, azokat a kérdéseket teszem fel, amelyek adás közben jutnak eszembe, és olyan vendégeket hívok, akikkel készületlenül és képes vagyok órákig beszélgetni, mert izgalmasak, inspirálónak, fontosnak tartom azt, amit csinálnak. Úgyhogy, ha van lehetőséged, hallgass meg a korábbi részeket is. Egyéb iránt pedig iratkozzál fel a csatornánkra, ami nem tetted volna, meg úgy a podcast platformjainkra, mint egyébként a további social média felületeinkre, a leírásban az összeset megtalálod. Ha pedig az anyagi lehetőségét engedik, akkor kérlek, hogy szállj finanszírozásunkba, ehhez is megtalálod a leírásban a szükséges linket. Fontosra tartom még elmondani, hogy elindult a péntek reggel a Partizán Hírhátér szolgáltatása, melyben minden péntek reggel egy számon keresztül magyarázunk el egy fontos társadalmi jelenséget. Egy hírlevélben, egy podcast beszélgetésben, illetve egy videón keresztül, és te döntöd el, hogy milyen mésében akarod megismerni az adott témát. Nézd, olvast, hallgast! minden péntek reggel, ez a jelszó a műsorunknak, úgyhogy nem találkoztál még volna vele, akkor mindenképpen csekkold azt is a különböző csatornáinkon, az ehhez szükséges is megtalálod a leírásban. Minden jót, ciao.